csodálatos ajándék a sorstól. Érzékeny vagyok, éneklés közben nem csukolhat el az embernek a hangja, de utána, amikor az üdvrivalgás van, akkor azért az teljes mértékben meghatott. Itt valami egész különleges egymásra hatás alakul ki színész és szerep között. Láttam a Rock Színházba ezt a megdöbbentő azonosságot, amit ő a szerepet kiépített magának. Teljes mértékben kiválasztottnak érzem magam, és szerintem mindenki, aki Jézus szerepében ebben a darabban vagy másik darabban a színre léphet. Úgy jövök be, hogy teljes lelkemben ott van a Szentlélek, Jézus Krisztus segít, ott van a képe, a Biblia, imádkozom, és utána megpróbálom kiadni magamból azt, amit ez a szerep megkövetel. Amikor a Covid után visszatértünk, akkor úgy gondoltam, hogy most rendkívüli események kellenek azért, hogy az emberek is jöjjenek és lássanak olyat, amit nagyon ritkán lehet látni, és ez egy kézenfekvő gondolat volt, hogy még egyszer a Sasi játssza el a Jézus, az ő legendás alakítását. És ahogy a színész és a szerep nem engedik el egymást, mi ezt egyszer akartuk, és azóta tízszer játszotta. Sasi egy legenda. Tehát ők alapozták meg annak idején a musical játszást a Rock Színházzal. Amit legfőképp ki tudok emelni a Sasiban az, hogy olyan alázattal és olyan tisztelettudóan és olyan energiával és szeretettel áll a dologhoz, hogy ez abszolút példaértékű. Nagyon-nagyon felemelő volt vele játszani. Álmomban nem jutott volna eszembe, hogy én még valaha Jézusként ezen a színpadon megnyilvánulhatok, és hát Szirtes Tamásnak az ötlete alapján ez megvalósulhatott 2 évvel ezelőtt így utoljára. Úgyhogy azért elérzékenyül az ember természetesen. A Sasi számtalan nagyon jó szerepet játszik a Madárban, magában a Jézus Krisztus szuperszárban játsza Pilátust kiválóan, és a jövőben is ez így lesz.